Dunaszerdáján a 10. Vovolen Talks beszélgető est sorozat vendége, az ismert magyarországi tévés személyiség Jakubcse Gabriella volt. Ezúttal az élet fontos kérdéseit taglaló második könyve, és emellett még sok más téma volt az asztalon. Beszélgető partnere Jeskó László, valamint a szép számú kíváncsi közönség kérdéseire válaszolva többek között elmondta, hogyan készül a forgatásokra, miképp dolgozza fel az őt ért csalódásokat, és miért fontos tudni, hogy az ember mivel tartozik önmagának. Már dolgozik harmadik könyvén, amelyből megtudhatjuk, miképp teremtsük meg a mindennapjainkat segítő egyensúlyt. Gavár Ségár dunaszerdahelyi festő 24 olajfestményéből álló kiállítása látható október 20-áig a Városi Művelődési Központ előcsarnokában, amelyet a művész személyesen nyitott meg. 10 régebbi festmény, valamint 14 városunkban először kiállított festmény került a falakra. Az egyedi romantikus, realista stílust képviselő művész sajátos technikával alkotja a látványos színvilágú képeit. Ösztönösen választott témáit tudatosan valósítja meg, a színek mélysége valóságosan érzékelhető a vásznain. A hagyományos témák mellett újabban megjelenik az arcképfestés is. A bajnoki címvédő Slovan után egy hónappal a listavezető Zsolna is üres kézzel távozott Dunaszerdahelyről. A Fortuna Liga 10. fordulójában a DAC 8500 néző előtt 1-0-ra győzött a MOL Arénában. A 3 pont sorsáról Davis gyönyörű bombagólja döntött. A sárga-kékekre egyre inkább érvényes az a megállapítás, hogy jobban megy nekik a játék az erősebb, támadó szellemű csapatok ellen, mint a bunkerfocit játszó gárdákkal szemben. Ezt bizonyítja az is, hogy a DAC sorozatban 10-szer nem szenvedett vereséget a zsolnai csapattól. A dunaszerdahelyiek továbbra is a táblázat 3. helyét foglalják el.